A Máté Szalkai MTK ebben az évben ünnepli alapításának 100. évfordulóját, amelynek apropóján az Egyesület szakosztályai rangos versenyekkel tisztelednek a centenárium előtt. Az MMTK Csiágány szakosztályának képviselőin kívül még 12 klub versenyzői léptek tatamira azon a viadalon, amelyet egy ukrajnai egyesület részvétele tett nemzetközivé. Két korosztályban közel 180-an mérték össze tudásukat a városi sportcsarnokban. A Máté Szalkai MTK 100 éves évfordulójának tiszteleteljes és méltó megünneplésére a Máté Szalkai Judo szakosztály szeretett volna részt venni a rendezvénysorozatban, ami a centenáriumi évet öleli fel. Ezért ennek keretein belül rendeztük meg a centenáriumi kupa judo versenyünket, diák ABC és gyermekkorosztály részére. A 10 év alatti gyerekeknek egy játékos vetélkedőt szerveztünk. Szerettünk volna a gyerekeknek egy versenyzési lehetőséget biztosítani, és felkészülési lehetőséget a magyar bajnokságokra. Máté Szalkai színekben 12 versenyző indul. 1973-ban voltak az első Máté Szalkai edzések, Cibola József alapításával, és hivatalosan 1978-ban lett a Máté Szalkai MTK szakosztály. Amely napig is egy sikeresen működő egyesületről beszélünk. Mint Batiz István elmondta, a sportágok között nagy a rivalizálás a gyerekekért, aki viszont a judót választja, többet kap egy egyszerű sportágnál. A judó az eleve önfegyelemre tanít. Azok a gyerekek, akik edzésre járnak, ugye fegyelmezettebb lesznek, kitartóbbak lesznek, megtanulják a küzdelmekbe a vereséget elviselni, megtanulnak győzni, és megtanulnak emberré válni. A hazaiak közül hárman szereztek aranyérmet, Kis Boldizsár, Dobos Gábor és Máté Mózes Áron a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Mellettük 5 ezüst és 4 bronzérem került Máté Szalkai versenyző nyakába. A csapatversenyt a miskolci MVSC MVS nyerte a Debreceni Sportiskola és a Salgótarjáni Görbe ország előtt.